hogyan nem lettem kiállítva a Tuning és Retro Autó Fesztiválon? Jogosan merül fel a kérdés, hogy mit is keresünk mi Dunaharaszti? Hát csajozunk. Nem én. Ő. Itt lakik ugyanis egy tök cuki lány, akinek Mao a művész neve, YouTube feliratkozónk, minden videónkhoz hozzászól, lájkolja, és elmondta, hogy ő tulajdonképpen szerelmes Kidbe. Megírta, hogy nemrég volt a szülinapja, mivel ő csak busszal tudott volna lejönni hozzám, ezért úgy döntöttem, ma meglepjük, hogy ez a szerelem ne legyen viszonzatlan. Ő az! Hello! Szia! Hello! Felmerült az ötlet, hogy ha már itt vagyunk, csináljunk az ő csatornájára is egy videót. Amúgy nem is tudom, miért csodálkozom. Mao-nak erre az esetre 2 darab bekészített forgatókönyve van. Igen. Lehet, hogy az első jobb. Az első? Első jobb, szerintem, mert ahhoz vannak jó szövegek is. Igen, meg hogy alapjáraton is el kell menni boltba. Igen, na hát akkor tessék, ahhoz is el kell menni boltba, akkor megyünk a boltba. Egy teljesen hétköznapi történetet kerekítettünk, semmi flansz nincs benne, Mao beül, és Kittel eljön a CBA-ba vásárolni. Jó, így nem ülök be szerintem. Ennyi cucca biztos. De... Imádom, tehát hogy nekem ez most egy nagy... Viszontlátásra, barátom. Hiányozni fogsz. Most, hogy az élményajándék megvolt, irány... Budapest, Budapest, te csodás! Még jó, hogy bele nem lépett! Akartam csinálni egy jó videót szép zsigulikkal, trabantokkal, tuning és retro autókkal, ezért mi ketten eljöttünk Győrből Budapestre. Ez a ház itt mögöttem. A prémium apartmanház itt lett volna a szállás. Délután 2-re meg is érkeztem. Átverekedtem magam a dugón, bemegyek a recepcióra, mondom a kis hölgynek, hogy hát ez a rendezvény, és hogy a rendezvény szervezői foglaltak nekem szállást itt 3 éjszakára, felvinném a csomagjaimat. Mert cuccom azért van bőven, itt egy bőrönd, itt egy deszka, ott van egy hátizsák tele, 2 nylonzacskó tele tisztító cuccal, meg stb. És tele van a csomagtartó is, mert hoztam magammal egy plusz aksit, ilyen akutöltőt, és azt mondták, a 220-at ők biztosítanak, de hozzak már egy 20 méteres hosszabbító kábelt is. Felvinném a csomagjaimat. Erre ő, itt nincs foglalva semmilyen szállás. Ez az egész egyébként úgy indult, hogy augusztus elején, amikor meghirdették a rendezvényt, megkerestem őket, hogy srácok, szívesen elhozom az autót megmutatni, mondjuk feljövök egy szombati napon, hadd lássa sok ember. Amikor a szervezők meglátták az e-mailt, meg a képeket a kocsiról, azonnal a telefonszámot kértek, felhívta, és azt mondták, hogy figyelj, nem, ennek az összes napon itt kell lennie, csütörtökön feljössz, vasárnap mész. Fizetni ugyan nem tudunk, de intézünk neked szállást reggelivel. A válaszom mi volt? Oké, legyen így. Kijövök, rögtön hívom a szervezőcég ügyvezetőjét, aki azt a bizonyos e-mailt küldte augusztus 18-án, amiben lerögzítettük mindent, amit megbeszéltünk. Mondom neki, hello, figyelj, én itt vagyok a szállásnál, de ezek nem tudnak semmiről. Hát ha szállást igényeltél, akkor a visszaigazolást meg kellett volna kérned. Várjál már, nem én igényeltem, ti ajánlottátok fel, hogy kapok 3 éjszakára szállást, ha felhozom az autót. Az ő csávó, ne kiabáljál! Hát így beszéltem, mint most. Mondom, figyelj, nem kiabálok. De, kiabálsz. Tényleg nem kiabálok, csak tudod, itt állok az apartmanház előtt, ahol nem tudnak semmit. Feljöttem Budapestre, és szeretném bevinni a kocsimat a kiállítási területre, hogy akkor most van szállásom, vagy nincs szállásom? Jó, lehet, hogy elfelejtettem. Majd mindjárt intézek valamit. Ne kiabálj, és ne oktass! És rám nyomta a telefon. És annyira intézett valamit, hogy ez a hívás 55 perce történt, azóta ő nem hívott vissza. Hívott viszont Laci, a másik szervező, aki egy tündér jó fej, és nagyon sajnálom, hogy először nem vele kerültem kapcsolatba, de mondtam neki, hogy ezek után én nem tudnék jó pofival ott állni 4 napig, és egy ilyen embernek a rendezvényén részt venni. Tényleg nagyon sajnálom, és bocsánat mindenkitől, aki úgy készült, hogy ott majd megnézheti Kitet, én is hirdettem, hogy ott leszek, és szerettem is volna ott lenni, de azért ezt a stílust már nem. Tényleg rám nyomja a telefon? Egész
hazauton azon gondolkoztam, mi lett volna, hogyha nem a szállodába megyek először lepakolni a csomagjaimat, hanem rögtön beállok a vasúttörténeti parkba, ott a biztonsági őr rázárja az autómra a lakatot, és én meg mondjuk deszkával elmegyek a szállodába, ami nincs. Mindegy, a mai nap azért nem kuka, mert legalább Maónak okoztunk egy kis örömet.